Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Parkasaurus nevezetű játékkal. Hogyha emlékeztek, tavaly novemberben még posztoltam is erről a játékról Facebookra, akkor elég sokan írtátok azt, hogy titeket ez a játék érdekel, úgyhogy úgy voltam vele, hogyha megjelenik, akkor mindenféleképpen kipróbáljuk legalább egy videó erejéig. Ugye ez egy indie dinoszaurusz parképítős játék lesz. Ezt a játékot egyébként összesen 2 ember készítette, és ez a legelső játékuk, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Egyébként a trailer alapján egy nagyon-nagyon aranyos dinoszaurusz parképítős játékra kell számítani. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, egy standard gémet szeretnék elkezdeni, és akkor kattintsunk az új játékra. És nézzük, mi fog minket fogadni. Itt van egy dinoszaurusz, aki éppen a föld felé hajt egy űrhajóval. Na hát ez izgalmas! Így kerültek volna a dinoszauruszok a földre? Ó, és még ilyen űrsisak is van rajtuk, szegényeknek teljesen összetört az űrhajója, úgyhogy úgy látszik kénytelenek lesznek itt maradni a földön, viszont egészen boldogok, legalábbis ez a Stegosaurus boldognak tűnik, a másik kettő az inkább olyan dilinyósnak. Na mindegy, nézzük meg, mi legyen a neve a parkunknak, legyen Doggyland, mert szinte mindig ezt adom, legyen ez. Üdvözöllek a legelső dinoszaurusz parkodban! Én leszek az, aki azért fog felügyelni, hogy a dinoszauruszok jól érezzék magukat. Egyelőre ez csak egy nagy és üres terület, ahova majd te fogod megépíteni a saját dinoszaurusz parkodat. Rengeteg szemét is van a környéken, de valahol minden dinoszaurusz parknak el kell kezdenie. Először is tanuljuk meg a navigációt, mert az nagyon fontos lesz. Próbáljuk is meg! Rendben, Oli, próbáljuk meg! Ha kell egy pen kamerát csinálnunk, az egérre kell kattintanunk, ahogy látom jobb klikkel, jó. Szóval most jobb klikkelek ide-oda, és ha így tudom, akkor mozgatni. Szóval lenyomva kellett volna tartanom, nem csak kattingatnom. Zoom in, zoom out, hát gondolom ez a görgő. Igen. És rotate camera, Q és E, okés. Ez annyira nem nehéz. És good job, köszönöm szépen, szép munka volt. Na, kaptunk akkor egy újabb questet, egy újabb küldetést, a legelső kiállításunk. A tudósok vezetője Luca most éppen bejelentkezett, és azt mondja, hogy itt az idő, hogy megismerjük a legelső dinoszauruszunkat. Nagyon-nagyon izgatott azért, mert nem tudja, hogy itt a földön hogyan fognak ugye élni ezek a dinoszauruszok, hogyan fognak boldogulni. És egyelőre még azért ne menjünk ennyire előre, ugyanis Commander Oli, tehát Oli a vezető, azt mondja, hogy először egy exhibitet kellene felállítanunk, tehát egy ilyen helyet, ahol tudnak majd élni a dinoszauruszok, ilyen karámszerűt, és nekem kell majd megterveznem ezeket, mégpedig úgy, hogy a dinoszauruszaim boldogok legyenek. Úgyhogy először is el kell, hogy készítsünk egy ilyet, és válasszuk ki a fakerítést. Oké, köszönöm szépen, Luca! Köszönöm szépen! És akkor most rá kell kattintanom a Fences and Doors-ra, és akkor itt már ki tudom választani ugye a kerítést. Hova rakjuk a kerítést? Szerintem ide kellene, igen, itt írja is, hogy egy ekkora terület kell egy darab dinoszaurusznak. Hát jó nagy területre van szüksége. Kíváncsi leszek egyébként, hogy mekkorák is lesznek ezek pontosan. Jó. És kell valami ajtó is erre? Gondolom kell. Rakjuk akkor így ide. Jó, good job! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Boldog vagyok! Megjött Pax is! Ó, Pax, te valami Spino vagy? Pax, üdvözöl! Én voltam az, aki az űrhajót belevezette ebbe a bolygóba. A pénzetek nagyon-nagyon fényes. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ebből annyit gyűjtenénk össze, amennyit csak lehet. Ezért föltaláltam egy kis dobozt, amiben majd bele lehet dobni ezeket az érméket. Az a neve, hogy Donation Box. Köszönöm szépen, Pax! Látom, te fogsz felelni azért, hogy ne menjünk csődbe. Hol vannak ezek a donation boxok? Igen, tehát az exhibiten kívül kell rakni. És gondolom érdemes az út mellé lehelyezni. Viszont itt nem látom, itt fák vannak, meg ilyesmik. Egyébként ezek nekem, amik nagyon-nagyon hiányoznak a Jurassic World-ba. De gondolom akkor itt lesz a donation box. Ó, igen, itt van. És akkor ezt rakjuk le ide. Jó, szerintem az ott jó helyen van, legalábbis remélem, bár amúgy itt van egy ilyen jegyárusító emberke, szóval úgy gondolom, hogy azért lesz bevételünk ebben a parkban, legalábbis nagyon-nagyon remélem. És itt van az új legjobb barátom, válasszuk ki a legelső dinoszauruszunkat, ez nagyon-nagyon izgalmas lesz. Stegosaurus vagy Triceratops? Stegosaurus. Szeretnék egy Stegosauruszt, és ezt a Stegosaurust szeretném itt kikelteni. Jó. Good job, köszönöm szépen.
jött még egy quest, mégpedig az, hogy nézzük meg a várost. A város egy remek hely arra, hogy ételt, illetve különböző kiegészítőket vásároljunk a dinoszauruszoknak, de hogyha szeretnénk, akkor hitelt is tudunk fölvenni. Hát remélem nem lesz erre szükség, ugyanis nem nagyon szeretnék hitelt fölvenni. Az életben sem támogatom ezt a dolgot, és szerintem egy játékban sem jó ötlet. Bármikor meg tudom nézni a város, amikor csak szeretném, még éjszaka is. Köszönöm szépen, Pex, ezt a remek lehetőséget. Viszont még mielőtt elmennénk a városba, van egy remek hírem számotokra, mégpedig az, hogy egy valaki meg is nyerheti ezt a játékot, amivel jelenleg játszom, ugyanis véletlenül 2 darab kulcsot kaptam ehhez a játékhoz, és úgy voltam bele, hogy akkor az egyiket kisorsolnám köztetek. Úgy lesz a sorsolás, hogy Instagramra föltöltök egy dinoszauruszos képet, az alá pedig majd írjatok valami kreatívat, ami ebben a videóban történt, és akkor ki fogom köztetek sorsolni ezt a kulcsot, és privát Instagram üzenet formájában el fogom juttatni a szerencsés nyerteshez. Azért egyébként az Instagramot választom, mert ott van belsős üzenetküldési lehetőség, sajnos YouTube-ban erre nincsen lehetőség. Úgyhogy menjünk is el akkor gyorsan a városba, és vásároljunk planteket. Szerintem itt a vegetables-nél fogjuk megtalálni, és hogyha jól látom, akkor 6 darabot kell vásárolnom. Úgyhogy akkor mind a 6-ot gyorsan meg is veszem. És kész is van a shoppingolás. Remek. Szuper. Menjünk vissza akkor ide a Dino Parkhoz. És kaptunk egy újabb questet Ollie-tól, aminek az a neve, hogy Yum Yum. Rengetegféle dinoszaurusz etető van. Hogyha fejlesztjük őket, illetve kifejlesztünk új dinoszaurusz etetőket, akkor azok különböző bónuszokat fognak adni a dinoszauruszainak. Az új dinoszauruszunk vegetáriánus, szóval először is egy vegetáriánus etetőt kell, hogy szerezzünk neki. Jó. Itt vannak a exhibittel kapcsolatos dolgok, és a komputer földobott nekünk valamit. Aha, itt láthatjuk a bevételeket, meg mindenféle ilyesmit, ilyen kis grafikonokon keresztül, illetve, hogyha minden igaz, akkor szíveket is tudunk gyűjteni. Ezt minden nap végén kapjuk meg, akkor, hogyha a dinoszauruszunk boldog, vagy nagyon boldog. Hát egyelőre 0 volt a bevételünk, szerintem ez várható volt, és 0 szívet kaptunk, hát nyilván nem volt dinoszauruszunk, aki boldog legyen. És most van kedd, mégpedig tavasz. Ez azt jelenti akkor viszont, hogy vannak itt évszakok a játékban, és gondolom évszakonként változni fognak a körülmények is. Jó. Akkor egy kis vegetáriánus etetőre van szükségünk. Good, good job! Köszönöm szépen! És egy kis segítség Pax-től. A dinoszauruszokról való gondoskodás rengeteg munkát jelent. Jó lenne, hogyha fölvennél majd néhány alkalmazottat, ők majd biztos segítenek neked ebben. Az állatorvosok azok, akik majd oda tudnak figyelni a dinoszauruszaid szükségleteire. Úgyhogy akkor gyorsan szerintem alkalmazzunk is egy állatorvost. Na, hát nem tudom, szerintem az állatorvosi főiskolán vagy egyetemen nem hiszem, hogy dinoszaurusz caregivinget tanultak, de jó, hát akkor fogadjunk fel egy állatorvost, mert miért ne? Ő állatorvos? Ő az állatorvosunk? Hát egyre biztatóbb arcok vannak itt. Ő csak 110-et kér naponta, 4-es a gyorsasága, 3-as az ability-je. És 12-es a personatéria, szóval ugye ő foglalkozni fog akkor a vendégekkel is. Van egy level 1-es, egy level 2-es, level 2-es és level 1-es. Lehet, hogy amúgy először egy bénábbat kellene fölfogadnunk, de mindegyik borzasztóan néz ki. Te jó ég, nézd meg ezt, akinek ilyen ekkora orrpiercingje van. Hát hogy nézel ki? Te állatorvos vagy, Rili? Mondjuk ez se sokkal biztatóbb, ez meg vagy a haját festette vörösre, vagy a szakállát feketére. Jó, legyen ez. Ez néz ki talán még a legjobban. Ő jó lesz. Igen, azt mondom, hogy ő jó lesz. Ő legalább nem kér olyan sok pénzt. És meg kell néznem azt, ahogy feltölti a feedert. Na, menjél! Hú, viszi a nagy gombócot! Ekkora növényt kell belerakni, hát bele se fér! Hát ez nagyon viccesen néz ki. Jó, és itt egy újabb küldetés az Exhibit Pain, ugye ez egy üveglap lesz valószínűleg, ugyanis a pain azt jelenti, de majd meglátjuk, hogy ez pontosan micsoda. Ez egy eszköz lesz arra, hogy ugye meg tudjuk nézni, hogy milyen biomban szeretnek a dinoszauruszok élni, illetve, hogy milyen biodiverzitás kell ugye ahhoz, hogy ők ott boldogok legyenek. Minden egyes dinoszaurusznak szüksége van egy bizonyos biomra, amiben szeretnek élni. Úgyhogy majd tudunk létrehozni különböző biomokat, mégpedig úgy, hogy majd le kell raknunk egy kockát, és ugye ez majd elkezd szépen lassan terjedni,
És itt majd ugye be tudjuk állítani azt, hogy mennyire legyen nedves maga a terület. Jó, köszönöm szépen, Oli! Te nagyon okos dinoszaurusz vagy, nem gondoltam volna, hogy ti ennyire okosak voltatok. És Open Exhibit P-n kattintsak a fence-re erre. Aha, szóval akkor most egy ilyen fűkockát kellene idehoznom, hogy beállítsuk a biomot. Jó, itt a grass. És akkor szerintem ezt ide lerakom. Ó, és közben kikelt a kis stegosaurusunk, de aranyos! Mennyit kell vajon ebből leraknom az egészet? Azt írja, hogy morph biome, akkor lehet, hogy nem is terjed, hanem nekem kell itt beállítanom. Jó, akkor nekem kellett itt az egészet kitöltenem. És ez most egy forest biome lett. És itt azt írja, hogy van egy ilyen morph biome is. Hogyha vizet adok az exhibitemhez, akkor az erdőből rainforest lesz. Ó, ez izgalmas. Akkor rakunk hozzá egy kis vizet, nem tudom egyébként mennyire kell lesz megtölteni vízzel. Ahogy látom, egy kicsit több vizet kell ehhez még hozzáadnunk, ugyanis itt láthatjátok, hogy még forestben vagyunk, viszont hogyha több vizet adok még hozzá, akkor át fog elmetek menni a rainforest felé, úgyhogy eléggé sok vizet le kellett ahhoz raknom, hogy esőerdő legyen ebből a területből, de hát na, én azt hittem, hogy ebből óceán lesz, de akkor ez így most rainforest. A stegosaurusok esőerdőben szeretek élni, azért nekem ez most egy eléggé meglepő dolog volt, és el is érkezünk a biodiverzitáshoz. Minden egyes biomnál majd be kell állítanunk a megfelelő mennyiségű fát, köveket, illetve bokrokat. Ez természetesen majd lehet változtatni különböző biomonként, illetve minden egyes dinoszaurusznak más-más szükségletei lesznek. És azt írja, hogy a kövek, a fák, illetve a bokrok csak különböző biomokban élnek meg. A köveknek mi baja lesz? Tehát, hogy milyen biom az, amiben nem tud megélni egy kő? Egyáltalán, hogy él egy kő? Szerintem mindegy, hagyjuk a játékra. Biztos vagyok benne, hogy a kövek itt nagyon érző lények. És egy fontos kis üzenet, hogy a fák, illetve a bokrok csak a víz mellett fognak megélni. Rendben, Oli, köszönöm szépen. Én hiszek neked, hogyha szerinted a kövek ilyenek, akkor biztos így is van. És akkor menjünk a fákra, és rakjunk le néhány fát. Ilyen pine woodra van szükségünk, mert hogy ezt mutogatja nekem. Hát ha fenyőfákat rakunk le, akkor nem hiszem, hogy esőerdő lesz belőle, de jó legyen. Ó, és ezeket lehet így forgatni is. Nagyon szép. Mennyit kell vajon ezekből leraknom? Maximumra ott föl kell vinnem azt a mutatót, vagy nem kell? Úgy látszik, hogy föl kell, hogy vigyem maximumra. Akkor most rakjuk le a bokrokat. Írja, hogy ez a bokor az erdőkhöz, az esőerdőkhöz, illetve a tajga biomokhoz lesz jó. Hát akkor rakjunk le ilyet is. Remélhetőleg ezt majd meg tudja enni a dinoszauruszunk is. Nő rajta szép virág, vagy valami ahhoz hasonló. Biztos nagyon boldog lesz, és akkor nézzük a köveket. Bazalt. Jó, ez forest, rainforest, tajga. És good job, köszönöm szépen! Na, kíváncsi vagyok, hogy ebből milyen esőerdő lesz. És itt az idő, hogy megnyissuk a parkot a látogatók számára. Bármikor egyébként be is zárhatom a parkot, viszont akkor nyilván nem fognak donationöket, tehát adományokat adni, illetve nem fognak jegyet vásárolni. Hát igen, ezt azért gondoltam, hogyha nincsenek látogatók, akkor pénz sem lesz. És meg kellene akkor nyissuk a parkot. Amit pedig hol tudok vajon megtenni? Ide kell kattintanom? Valószínűleg igen, ide a ticket buszra. És akkor nyissuk meg, bár valószínűleg éjszak olyan sokan nem fognak jönni, de azért megpróbálhatjuk. Megpróbálhatjuk. Egyébként itt be tudom állítani azt, hogy mennyibe kerüljön egy jegy. Aha, 5 dollárba kerül most. És még több segítségre van szükségünk. Szükségem lesz egy takarító személyzetre is. Ugye ők fogják majd megjavítani nekünk a kerítéseket, felszedni a szemetet, illetve a WC-t pucolni is ők fogják. Hát ez nem lesz, azt hiszem, egy jó munka. És mindent magától fog végezni a takarító egység. Úgyhogy nekünk ezzel nem kell foglalkozni, hogy akkor kattintsunk az office-ra. Egyébként ezt F3-mal is el lehet érni, és akkor szerintem vegyünk fel egy takarítót. Na nézzük akkor a takarítókat. Nekem egy olyan ember kellene, aki gyors. Ugyanis az nagyon-nagyon gáz, hogyha nem tudják időben mondjuk felszedni a szemetet, vagy kipucolni a WC-t. Neki 4-es a gyorsasága, neki is 4-es, és neki 3-as. Akkor e közül a kettő közül fogunk választani. És neki az ability-je 2-es, és neki 4-es. Viszont ugyanannyiért dolgoznak, úgyhogy akkor őt választom. Jó. És akkor most meg kell néznem azt, hogy felszedik a szemetet. Na, szedjed a szemetet. Ott az a banánhéj, az nem tudom, hogy került oda, mert amúgy látogatóink nincsenek. De most azért nézem, hogy szeded a szemetet. Azt a mindent, amúgy ezek ilyen emberméretű kenek, tehát ilyen dobozok. Nagyon durva. És meg tudom fogni, és arrébb tudom rakni a takarítót.
Hogyan? Föl tudom őt emelni? Pikáp, azt írja. Aha. Így, oké. És akkor át tudom ide rakni, hogy ott dolgozzál, ne ott! Na hát $0 volt a mai bevételünk is. Fantasztikus! Nagyon jól megy eddig a Dinosaurus Parkunk, én azt mondom. És akkor most már jöhetnek a vásárlók is. Rengeteget dolgoztunk már ezen a parkon, úgyhogy azt hiszem itt az idő, hogy végre megérkezzenek a látogatóink, és végre keressünk egy kis pénzt is. Pex, te aztán nagyon ráálltál ezekre a shiny coinokra. De most, hogy reggel lett, remélhetőleg jönni is fognak a látogatóink. Nagyon-nagyon remélem egyébként, hogy ez az $5-os pénz ez nem lesz számukra túl sok. Nem szeretném azért ennél lejjebb vinni a belépő összegét. És most megfürdetik a kis dinót. Azért az durva amúgy, hogy a szemét nagyobb, mint a baby dinoszaurusz. De hogy a lába közé vette amúgy szegényt? Őt is meg tudom fogni és arrébb tudom rakni? Vagy őt nem? Ez milyen vicces lenne, ha meg tudnám őt is fogni, de őt nem tudom sajnos. Őt viszont bármikor, tehát így megfogom. Így és úgy oda rakom. Ó, itt az első látogatónk! Nem vett jegyet? Ő az állatorvos, jó. Oké. Okay. Pedig már kezdtem örülni. Ő lenne az első látogatónk? Ez a hölgy itt? Meg tudom nézni, mi a neve? Chuck Corvus! Chuck Corvus! Chuck Corvus! Na, ő ki is fizette a belépőt. Úgy látszik, még gondolkozik rajta. Pony! Pony, vedd meg! Nem annyira drága, hidd el! Na, na! $15 már kerestünk. Egész jól megy a park. Csait örvendezik. Azt nem mondta, hogy bemehetnek ők is. Azért az eléggé beteg lenne, ha bemehetnének a dinoszaurushoz. Te most itt nagyon boldog vagy, ahogy látom. Ó, és a dino is boldog lett! Jaj, de aranyos! Király! Sikerült! Open for business! Viszont most szükségünk lenne egy kis security trainingre. Soha semmi baj, természetesen eddig még nem történt egy dinoszaurusz parkban, és természetesen a filmekben sem volt még ilyen, bíz bennem. De azért, hogyha véletlenül úgy adódna, akkor jó lenne, hogyha fölvennénk egy biztonsági személyzetet is, és jó lenne, hogyha megtanulnád azt is, hogy hogyan kell ugye kilőni egy dinoszauruszt. Hogyha esetleg éppen kibandukolna a kis karámjából egy dino, jó lenne, hogyha ugye ezt meg tudnánk akadályozni, és akkor kell egy security-s ember is. Van ez a csávó, aki nagyon-nagyon boldog. Fú, 65-öt kér, de nagyon gyors. Kérdés, hogy szükségünk van-e ennyire gyors emberre, ennyi pénzért. Igazából ő a legolcsóbb. Ő a legolcsóbb, úgyhogy nem, ő a legolcsóbb. De legalább 4-es szinten van. Ő meg csak 3-ason. Úgyhogy szerintem akkor őt fogom most fölvenni. Benne megbízok, mert neki ilyen rendőr szemüvege van, meg ilyen rendőr egyenruhája, úgyhogy biztos, hogy ő nagyon jó lesz. És akkor most rá kell, hogy kattintsak egy dinoszauruszra, hogyha minden igaz, és ki kell, hogy lőjem. Szegény, te jó ég, mennyi látogatóm lett közben itt. Micsoda? A pici dinó ki akar törni? Miért vagy ennyire rossz? Hogy kell őt kilőni? Oké, Sebastian, ő a dinoszauruszunk, az a neve, hogy Sebastian. Ó, és itt tudom kiválasztani azt, oké, hogy tranquilizolják. Szegényt ki fogják lőni. Check. Jó. És itt van a rendőr! És úristen, mellé lőtt. Hát ezek nem valami ügyesek, ahogy látom. De ugye nem fog meghalni. Remélem, hogy nem fog meghalni, mert hogy nagyon lent van az élete. Ha meghal a dinom, senki nem fog idejönni a parkba. Jó, csak kifeküdt, oké. Oké, nincsen semmi baj. Ennek a csajnak meg tetszik, hogy kilőttük azt a szerencsétlen baby stegosaurust? Hát milyen gonosz? És most bekerült egy ilyen kutyahordozóba. Vagy macska hordozóban, nem is tudom, ez micsoda. Oké, és akkor meg tudom fogni, és gondolom, ide vissza tudom rakni. Mekkora ez a cucc? Annak a pici dinónak tényleg erre szükség volt, hogy egy ekkora ketrecbe bezárják? Jó, én elhiszem. És újból itt van Luca, aki azt mondja, hogy fedezzük fel együtt a tudomány világát. A science kreditek arra lesznek majd jók, hogy a science tree-ben, tehát a tudományfában feloldjunk majd különböző upgrade-eket, tehát fejlesztéseket, illetve tárgyakat a Dinosaurus Parkunkhoz. A legegyszerűbb módja a kreditszerzésnek az az, hogyha a tudósok dolgoznak, vagy hogyha prezentációkat adnak. Oké. Okay. Gondolom akkor most építenem kell egy tudós épületet, ami itt van. Research Station, oké. Ezt hova rakjuk le? Rotételjük szerintem, és... Mekkora ez a park? Jó, elég nagy, úgyhogy lehet, hogy nem egyből ide a dinoszaurusz mellé kellene lerakni, hanem mondjuk ide a szélire. És ezzel ugye majd science krediteket fogunk szerezni, föl tudjuk majd venni a scientisteket, és majd ide tudjuk őket nyilván rakni. Oké, és akkor majd prezentációt adnak. És most fel kell, hogy vegyek egy tudóst is. Gondoltam, hogy még egy tudósra is szükségem lesz.
És van egy security, egy állatorvos, scientist. Jó, itt vannak a tudósok. Ő nagyon gyors, 148-ért dolgozik viszont. Nekem jó lesz ő is. Elhiszem, hogy a tudós tökre úgy néz ki, nem egyébként olyan, mint aki egy fesztiválról szabadult, de szerintem ő is jó lesz nekünk. És akkor, hogyha őt így megfogom, fölkapom, és ide rakom, akkor ő most előadást fog tartani? De fosszíliákat is tud majd keresni nekünk. Az mondjuk tök jó, az mondjuk tök jó. Pick up and place your scientist on the worker spot, located at your science building. Aha, szóval ide kellene raknom a tudósomat. Na, hol van? Hol vagy? Hol vagy tudósom? Ő lenne az? Aha, ő a tudósom. Most amúgy fosszíliákat keres, de most föl kell, hogy vegyem, és ide kell, hogy rakjam, hogy researcholjon. Jó. És most ő elméletek borzasztóan kutat. De inkább olyan, mint hogyha csak a kezét nézegetné. És mennyi pénzt kerestünk? 680 dollárt? Az egészen jó. Ó, igen, dobáljátok csak a donéteket. Nagyon jól csináljátok. Ő is vásárolja a jegyet. Ezen felül még ott bedobálják a kis malacpersejbe nekem a dolgokat. Nagyon jó, nagyon jó. Itt az idő arra, hogy kibővítsük a Dinosaurus Parkunkat még több baráttal. Használd a portált, azzal el tudsz menni olyan helyekre, ahol ki tudsz majd ásni koponyákat, illetve lábnyomokat. Ezeket pedig majd arra tudjuk felhasználni, hogy az X-Store-ban vásároljunk belőle, gondolom. Köszönöm szépen, Pex. Viszont szerintem akkor ez már a következő részre marad. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tetszett nektek ez a játék. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy lájkot, írjatok kommentet, illetve ne felejtsétek el, hogyha szeretnétek megnyerni, akkor Instagramon lesz egy kép, ami alá, hogyha kommenteltek, akkor van esélyetek szerezni hozzá egy kulcsot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Anti voltam. Sziasztok!